Na, szevasztok srácok, szevasztok itt Facebook, -i, Facebook, -i. köszöntelek titeket újra itt a csatornán, és köszöntelek benneteket újra itt a csatorna ajánló sorozatunkkal. Srácok, most már nem tudom, hanyadik adás ez, ahol igazából különféle csatornákat ajánlok a figyelmetekbe. Ezek a csatornák eddig kivétel nélkül mind olyan csatornák voltak, és ez most sincs másként, amiknek a tulajdonosait én nem ismerem, nem találkoztam velük, nem a barátaim, és nem azért ajánlom a figyelmetekbe, tehát nagyon fontos, hogy ez a sorozat, ez nem arra épül, hogy én bárkinek úgy akarok segíteni, hanem arra épül, olyan csatornákat próbálok a figyelmetekbe ajánlani, amik az én szerény személyem szerint uh, érdemesek arra, hogy nagyobb odafigyelést kapjanak. Uh, Esetlen lehetőségében nagyobb odafigyelést egyébként, mint én, vagy akár az én, én hülyeségeim. És ez most nincs másként. Uh, a budai Petúrnak szeretném a csatornáját ajánlani a figyelmetekbe. Fotózással, fényképezéssel foglalkozik a, a budai Petúr. Uh, én szoktam nézni, live-okat szokott tartani, kérdez felelek live-okat, amiknél nagyon-nagyon sok mindennel gépekkel kapcsolatban lehet tőle kérdezni. Uh, én az a, ta, a tapasztalatom, én azt vettem észre, hogy otthon van a témában, nagyon, és, és tényleg próbál olyan tartalmakat feltölteni, amik, amik elősegítik azoknak a, azoknak az embereknek a, a munkáját, vagy hobbiát, akik fotózással uh, akarnak foglalkozni, képszerkesztéssel is esetlegesen. De akár ha videózással foglalkozol, azért. Én azért figyeltem fel rá, és azért, azért találtam meg a csatornáját, mert hiába nem annyira fotózgatok, bár azt is szoktam, uh, hanem hanem attól, hogyha szerintem, hogyha valaki uh, videózik, akkor az, az, az uh, mindenféleképpen kapcsolatban van a fotózással, ugyanis hát, mint tudjuk, a videók, azok fotóknak a sorozata igazából, úgyhogy mindenféleképpen érdemes odafigyelni ezekre a dolgokra is, és ha bármi és mi érdekel, akkor Gyertek ide, nézzetek szét Budai Petornak a, a csatornáján, jó szórakozást hozzá! Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ciao ciao, sziasztok!